vadonatúj mintával ellátott termékek. A videósbolt.hu oldalon. Oh my god! Új killert és túlélőt lehet kipróbálni az én egyik kedvenc játékomban a DBD-ben, és most ezt fogjuk megtenni, itt van velem Laura is, és segíteni fog túlélni. Ah, shit. És ezzel a Jesus emberrel fogjuk kipróbálni, ugyanis ez az új túlélő, srácok, ezt nézzétek! Olyan megerő vagyok, sziasztok, és ez itt a Dead by Daylight legújabb patchének a PTR test build változata, ami azt jelenti, hogy még hivatalosan nincs benne a játékban, viszont már ki lehet próbálni. És Laura csak ezzel játszik már 3 napja. Ugye, Raúl? Hát mert olyan jó képű, már mondjuk nem tudom mi az arc, egy egész maszk takarja el a killernek az arcát, de olyan jó killert raktok bele, hogy engem szó szerint megfogott. Tényleg jó az a killer. Srácok, játszani fogok a killerrel ebben a játékban, ha minden jól megy, fogunk tolni egy Survive with Friends-et és egy Kill Your Friends-et is. Most egyelőre mit megyünk? Egy Survive with Friends-et. Úgyhogy renézzünk, srácok. Itt van a legújabb karakter, úgyhogy a Jeff. De nekem csak Jesus Jeff. Úgyhogy Jesus Jeff-el fogom tolni ezt a mérkőzést, srácok. Nagyszerű lesz. Ha! És már be is dobott egy lobbyba. Let's do this! Oké, kezdjük, itt van Jeff the Jesus. Nem tudom, hogy miköze van ennek a karakternek a túléléshez, de viszont majd kíváncsi lennék majd a történetekre, mert Laura már elkezdte lefordítani a killernek a történetét. Úgyhogy, ne, létszi, ne! Oh god! Oh, már rajtam is van, de miért én? Au, ne! Úristen, ő a csajjal van! Jesus! Ő nem Frank, hanem Julie-nak hívják. Julie megvágott! De ő így lepicskázott, és most az életem egy kicsit csökkent. Hogy is van, hogy 4-szer megvág, vagy hogy van? Ha benyomja a képességet, akkor ugye gyorsabb a killer, és... Oh god! Ennyi voltam. Oh, hello, úristen! Úristen, milyen maszkja van? Hát én már megyek is, lehet, nagyon sokat játszottam, guys. Ez az egy nagyon hosszú mérkőzés volt az én részemről. És még mindig lihek! Gyerünk, vége! Á, nem lesz idő! Ouch, ez fáj! Egészen jól néz ki ez a karakter, tényleg amúgy. Nekem nőben jobban tetszik, amúgy megy valakire. Nem tudom, hogy csinál valaki engem, de azt te vagy, igen. Ennyi volt. Peti, ne gondolj semmire, leszedlek a szalagy! Figyeld! Ne, semmiféleképpen ne menj innen! Valaki azért leszedhetne, nem igaz, hogy nincs időtök leszedni, please! Oké, leszednek, köszönöm, de... Oh god! Visszajön! Rohadjon meg! Ne, beszorultam, nem látok! Hú, jó, nem rám jön. Oké, és most meg kell gyógyítani magam, vagy nem tudom, mit kell csinálni. Ah, God, de Istenem, miért engem? Mentszelfezned kell magad, mert ha lejár az a csík, akkor összeessel. Én értem, de nagy bajban vagyok. Miért én? Hogy ütött le úgy, hogy közben picskázott? Hogy ütött le a földre? Laura? Hogy ütött úgy le, instant a földre, hogy picskába ütött meg? Mármint bicska pózba. Hogy ütött le? Mert ugyanaz a kettő, annak a póza. Tehát ugyanazt látod mind a kettőnél. Nem! Ez egy farm szimulátor. Hát, igen, és eddig csak én vagyok az, aki problémában volt. Állandóan engem akar. Miért? Elméletileg, ha pózba levág téged, akkor egy bizonyos idő után még egyszer azzal levág, akkor véglegesen a földre kerülsz. Ez valahogy így van leírva, pontosan nem tudom, hogy ez hogy. De hát volt, hogy egymás után is... De volt, hogy egymás után is kaptam 2 tiszét, és akkor nem estem a földre. Tehát én nem értem. Igen, most meg... Azért, mert veszi le a csíkot folyamatosan. Tehát minden egyes ütésnél vesz le egy határozott mértékű csíkot. Jó, semmi baj, most felhílelem magam, legalább szert kérem, az van. Hát eddig sokat játszottam, megmondom őszintén, nagyon sokat játszottam, megmondom őszintén, ami ez ki lehet nagyon OP. De semmi gond, túlélem, semmi probléma nem lesz, túl fogom. Már semmit nem, össze fogok esni. Oh god, ott megy! Oh god! Téged akar, nagyon, ott megy.
össze fogok esni. Igen, 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 mindjárt. Ah, nem, 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 rám jön! Rám jön! Ah. Oh! Ouch! Jézus Mária! Jézus, nem tudom, mi történt, megint megvágott, meg kell gyógyítani magam, begyógyítom magam, most azonnal nem tudom. Húha, milyen gyorsan átugrik a izén. Ablakom, meg minden el, érted? Hol van? Hol van? Hol van? Oh God! De legyen meg, ja, hát most sima üzébe ütött le. Jó, hát én meghalok, Laura, én meg fogok halni, ennyi voltam, done! Ó, oh, ez az, ott nem tudott elhozni. Nagyon gyorsak kezem, olyan gyorsak az ujjaim, hogy nagyon úristen! A leggyorsabbak az ujjaim, a leggyorsabbak az ujjaim! A leggyorsabbak! Ez itt tartotta. Sej! Ó, már csak ketten vannak, Laura, illetve a neve az, hogy NÖCÖG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 Ö
Ja. Húha. Újjaj, ott megy, aki veled van. De hol van a killer? Nem tudom, de nem is érdekel. Menj, segíts nekem a generátort csinálni. Ó, akkor csináld te is ezt. És mind a ketten csináljátok a generátort. Ő félig van az egyik generátorral. Te is körülbelül ugyanannyin van a mind a két generátorra. Egyszerre csináljátok. Most a killer még rajta sincs. Húha. Ez még meg lehet, guys. Nem tudom a killer amúgy mit csinál. Ilyenkor, amikor én killer vagyok, én nézegetem a izéket, a generátorokat. Szóval ő nem tudom mit csinál, mert megunta vagy mi? Nem tudom. Jön már. Ú, nice, ez egy nagyon jó mozdulat volt. A másik be fogja fejezni a generátort, úgyhogy azt kellene még valahogy. Csak azt most le fogja kempelni, ha van esze. Alright, ez kész! Meg tudod csinálni? Megcsinálod? Most már fejezd be! Tudom, hogy jön, de fejezd, ez az, let's do this! Oh god! Jön utánad? És így eljut hallok át, hogy elfáradt, ezt még kell így felordítani, hogy futok így. Én nem hallottam. De az a másik, ez nyitne a kaput, mert... Már nyitja az egyiket. Mindjárt ki lesz nyitva. Au. Ez amúgy sokszor bevált, mikor ezt csináltam. Hát mi az, hogy a popódat ott teszed és azt vágatod meg? Nem. Ott a kijárat, szembe megyél! Ott a kijárat! Gyukoltam sokszor. Ott a kijárat! Ez az, kijutsz, Laura! Jesus! Ez az, menj! És már a másik srác van, de az engem nem érdekel, engem csak az érdekel, hogy kijutottál, jó van, de Jesus nem jutott ki! Oké, most Laura lesz a killer, és én megint vagyok Jeff Jesus-el a legújabb pályán, a havas pályán, mert ezt is be lehet állítani, és most csak én vagyok egyedül, VS Laura, és két generátort kell megcsinálnom, hogy kijussak az új pályán. Kíváncsi voltam az új pályára, és nagyon brutálul jó néz ez a havas pálya, eddig nem is volt, de most van havas pálya is, majd lesz legalábbis, és nagyon adja. Van egy elhagyatott nagy ház, ami egy bolt volt, amit kiraboltak, ugye? Vagy hogy volt? Elméletileg igen. Bár ha azt jobban megnézem, inkább fogadónak tűnik. Fogadó, hol vannak itt a generátorok? Ez a kérdés. És te most a Frank Killerrel vagy? A Frankkel vagyok, igen. Frank. Én meg vagyok. Frank Morrison, és ott vagy. Oh god! Úristen, fut! Ne fuss! Oké! Ennyi volt! Ez az! Oh Jesus! Ne, Laura! Ne, kérlek! Ne! Ne bás, Lau! Laura! Mit csinálsz? Ne akard! Most mit csinálsz? Mire készülsz? Hajtsuk! Belevilágítok a szemedbe! Jézus Mária! Hú, de gyorsan rám jöttél, hanem tisztára megijedtem! Atya úristen! Hú, el kell meneküljek! Ne már, nem akarom! Nem szeretném, meghalok! Meghalok mindjárt! Ezt nem hiszem el, hogy most megint jössz utánam! Minden pirosat látok. Várjál. Illetve a magad. Azt csinál, az... Oh,
Okay. Oh! Ah! Ah! Edd meg a fényemet, edd meg a fénycsú! Edd meg! Ah! Oh god! Ah, my god! Most nem gondoltad komolyan, ugye? Nem tudom, csak ki akartalak kerülni? Már csak ki kéne jutni. Itt volt a hatch amúgy, de nem baj. Nem hatcher akarok kimenni, hát az... Oh god! Oh god! Oh Jesus! Oh Jesus pose! Jesus pose! Nem szeretném! Nem szeretném! Nem szeretném! Nem szeretném! Nem szeretném! Oh! Ne! Úristen, elkezdett futni, sprintel, mint az állat! Ő maga! Lujer Dunes! Oh! Úristen, mi? Oh! Nem értél utál! Én gyorsabb vagyok! Down, ta 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 ta! Oh god! Oh god! Ó, de megijedtem! Hát, kedves Péter, örök, megismerhettelek. Hasfelmetszős csak. Jesus Christ! Oké, itt az ideje, hogy én is kipróbáljam a killert, az újat. Én a női editionnel vagyok, a nőcivel. Hú, de rohadt sötét van! Ó, és micsoda... Ó, micsoda Rambo bicskája van ennek a killennek, hallod? Let's go, dude! Toljuk! És akkor olyan képességem van, hogy sokáig tudok futni, ugye, és akkor közben tudok így vágdosni. Most már itt is van generátor, ide is tettek egy generátort? Új spotok a generátoroknak, vagy mi? Ó! Oh. Várjál, futok! Azt nézd meg, hogy sprintelek! Azt nézd meg, azt nézd meg! Ó, hát ez nagyon jó! Ez nagyon jó! És ilyenkor így lesztánolódok, aha! Na jó, akkor most már csak meg kell őket keresni! Ezek ki játsz... Ott, láttam a fejét! Láttam a fejét! Ez az! Leggyorsabb vagyok! Ez az! Ne hagyjuk, hogy... Hol van? Ott megy, látom! Ott megy! Ott megy! Hé! Hey! Ah, nem értem el! Aha! Erről van szó, nagyszerű! Az egyik az megvan! Nagyszerű! Nagyon jó! Jó, oké. Elkergette minden, de úgyis vissza fog jönni. Keresi a konfliktust. Hol van? Alright. Mik ezek a háttér zajok egyébként? Aha. Jön mögöttem, hallom. Hallom. Hello? Olé. De miért nem töltődik vissza a cuccom? Hát egy csomó ideig nem használtam. Hello, boy? Várj. Ja, mert ráütöttem, értem, ráütök. Tehát, hogyha normálisan ütök, akkor nem tudom olyan sokáig használni a cuccot. Teljesen értető. Ez az. Hol van? Oké. Ennyit erről! Ennyi volt, hölgyeim és uraim! Tűrűri! De most úgyis ki fog a kezemből jönni, mert van olyan perkje. Ennyi volt. Hát ő már akkor mégsem. Ő akkor mégsem. Ezt érdemled. Úgy érzem magam, mint a Rambo bent a dzsungelben egyébként. Nagyon durva. Amúgy jó kis karakter ez. Ó, gád, valaki megy leszedni. Ő, gét, gád, gá.
Hú, az egyiket jól megvágtam. Viszont most egy jó sokáig nem tudok futni. Vagyis ott megy visszafele, ugye? De gondolom ilyen perkekkel amúgy sokkal gyorsabbra lehet csinálni. Tehát, hogyha megütöm most simán, akkor összeesik, ugye? Ha minden úgy van. De ezt mindjárt kiderül, mert utol fogom mérni, mondom, utol érlek. Hello? Igen, igen. Tehát, hogyha elég csak egyszer meg, úgymond megkéselnem, elég csúnyán hangzik ez a kifejezés, de elég csak egyszer ezt, és utána meg kell ütnöm még egyszer. Vagy ezzel a késés technikával minél több embert megpróbálok megütni. Húhú, szépen elkaptuk! Hello! Ennyit erről! Hello! 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 Boom! Ez is... Ennyi volt! Már de miért lép ki? Én nem értem, miért kell ebből kilépni, mert meghal. Új, nem, mert nem tudtam eltalálni, hogy ki kell lépni. Jó, van semmi gond. Azt biztos... Pont belerúgtam az egyikbe. Jó, hát még hárman élnek, ugye? Hát most játszok életemben először ezzel a killerrel, szóval igazából ez várató volt, hogy lesz, aki kijut, de ettől függetlenül egész jó kis killer. Szóval, ha ráfekszik az ember, elég durván, akkor jó kis main karakter lehet belőle. Szerintem elég sokat fogok játszanom ugye ezzel a karival, csak még meg kell szoknom. Meg kell szoknom, tudnom kell, hogy mikor érdemes a képességét használni. Ó, figyelj, ott nyitja valaki az ajtót, itt jó. Jó, hát most nem fogom utolérni, mert nem bírok addig futni. De ne, semmi gond, megoldjuk. Merre van? Ott megy. Aha, értem. És mi lenne, ha most? Hol van? Oké, mellé jutottam, béna vagyok, mint az állat, de semmi gond. Hoppá! Amikor elkezdek futni, akkor nagyon oda kell figyelni egyébként a dolgokra. Oh shit! Pedig azt hittem elkapom. Ha minden esetre srácok, szerintem ti is próbáljátok ki a killert. Nekem így elsőre bejön, de biztos lesznek még majd újítások a játékban, bármint hogy amikor bejön eredeti szerverekre, akkor szerintem lesz még egy-két változtatás, mert mindig úgy szokott lenni, hogy először egy picit beraknak, hogy kipróbáljuk, és akkor mindig egy kis változtatás a végére mindig becsúszik. Ettől függetlenül nagyon tetszik nekem ez a két új túlélő. Meg kell tanulni vele normálisan játszani, mert ez a futás amúgy nagyon hasznos. Át tudunk ugrani gyorsan paleteken, át tudunk ugrani gyorsan ablakokon, ahogy láthattátok. Szóval nagyon jó a képesség, viszont meg kell fontolni, hogy mikor használod. Én nagyon sokat fogok ezzel a killerrel játszani, megpróbálom majd nagyon tökéletesíteni magamban, amennyire csak tudom, nagyon tetszik, és szerintem most úgy megváltozott a killer kedvenc listám. És amit még el szeretnék mondani, hogy a Twitch csatornámon általában DBD streameket szoktam tolni, nagyon más nem. Szóval aki kíváncsi a Dead by Daylight-os, illetve a Friday 13-es live-aimra, mert ezek szoktak ott általában lenni legtöbbször, nagyon ritkán, nagyon más, akkor kövessétek be a Twitch csatornámat, nem mindig van rajta tartalom, nem folyamatosan van rajta tartalom, de mindig amikor van egy kis kedvem, akkor ott tolok egy live-ot. Természetesen itt videók is ugyanúgy is lesznek live-ot, szóval teljesen mindegy, hogy hol néztek, de én szeretném, ha ott is egyre többen lennénk. Köszönöm, hogy megnéztétek, köszönöm Laurának, hogy velem volt, de ő most le van némítva azért, mert kileveztem. Szegény, szeretem. Köszönöm, hogy megnéztétek, és maradjatok velem legközelebb is, addig is Overmekeri voltam, és találkozunk a következő videóban. Ezt már elmondtam, nem? Sziasztok!